Szeretettel köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit, önök hírperceinket látják, tartsanak velünk ma is. A nagy visszatérések ünnepe volt idén Répce lakon augusztus 20-án. Szórádi Enikőt a Répce lak városért díszoklevele átvétele okán, Szegedi Benyámint pedig fellépése miatt köszönhettük ismét városunkban. A rendezvénynek a Szent István király katolikus templom adott otthont. Az összegyűlt ünneplőket Horváth Péter önkormányzati képviselő köszöntötte, majd ünnepi beszédet mondott Pálla Péter képviselő, aki kiemelte, nem is lehetne autentikusabb helyszínt találni a megemlékezésnek, mint a település védőszentjének nevét viselő templomot, amely előtt az ország egyik legfiatalabb Szent István szobra áll. A honatja elmondta, Szent királyunkat nem hadjáratai és csatái tették naggyá, hanem alkotó tevékenysége, közigazgatást és egyházat építő munkája. Pálla Péter idézett a Szent király fiához Imre herceghez írt intelmeiből, mely gondolatok a mai kor számára is követendő iránymutatások. Augusztus 20-át az új kenyér ünnepeként is számon tartják, ezért Baranyai Bence evangélikus lelkész megáldotta, Szakár Szilárd katolikus plébános pedig megszentelte a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret. Ezt követte a Répce lak városért díszoklevél ünnepélyes átadása. Az önkormányzat adományozó határozatát Böröndiné Nagy Anikó aljegyző olvasta fel, majd Szabó József polgármester méltatta a díjazottat. Kedves Enikő, azon gondolkodtam, hogyha egy ilyen ünnepség lesz majd 20-30 év múlva, akkor nem biztos, hogy találnak olyan csodabogarat, aki 35 évig egy munkahelyen szinte ugyanabban a munkakörben dolgozik. Tudjuk, hogy mostanában azért ez kevésbé bírjuk, hogy valaki egy munkahelyen ennyi időt eltölt. Én személyesen is, nyilván polgármesterként is, de személyesen is szeretnék először is gratulálni neked ahhoz, hogy Répce lak város képviselőtestülettel nyíltanak találtad, hogy Répce lak város díszoklevéllel ismerje a munkádat. És végig gondolva tulajdonképpen ezt a elmúlt 35 évet valahol együtt éltük le, hol vidáman, hol kevésbé vidáman, de azt hiszem, hogy mindig jól együttműködve. Én mindannyiunk nevébe kívánom, Répce lak város lakó nevébe kívánom neked, hogy új otthonodban találd meg a békét, találd meg a nyugalmat, az új munkahelyeden érezd jól magadat, unokádat neveld, gyerekeidet szeress, és azt kívánom, hogy nagyon hosszú, egészséges életet élj, és nagyon hosszan, sokáig emlékezz, hogy szépen a Répce lak fiatra. Köszönöm szépen, és gratulálok! Az ünnepi program ezután komoly zenével, az ifjú opera énekesek ária és dalestjével folytatódott. Kis Diana Ivett mezzoszoprán énekes és Neumark Zoltán zongoraművész mellett egy kedves ismerős is felbukkant, Szegedi Benyámin tenorként mutatkozott be egykori lakóhelyén. Benjamin általános iskolai éveit Répce lakon töltötte, lévén édesanyja az intézmény zenetanára. Később elköltöztek, és ő messze került Répce laktól.
Hát gyakorlatilag 95-ben kerültem ide Répcelakra, és egészen 2013-ig itt voltam. Az általános iskolát itt végeztem el, illetve innen jártam még be Szombathelyre és középiskolába, és akkor 2013-tól, amikor elkerültem Pécsre az egyetemre, akkor fejeződött be végül is Répcelakkal a kapcsolatom. Bence a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karán tanult tovább. Ez szinte eleve elrendelt dolog volt az ő életében. Olyan 2010 környékén ütött be a ménykű, hogy akkor végül is legyen ez egy zenei pálya. És gyakorlatilag az énekléssel 2012 óta, tehát olyan 10 éve foglalkozom így komolyan, mint klasszikus éneklés. 2013-ban hagytam el ugye a várost, leutaztam délre Pécsre, és akkor ott kezdtem el tanulni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán. Először mint klasszikus énekes, aztán utána mint operaénekes, utána 2 évet voltam a Budapesti Magyar Állami Operaháznál, és utána visszamentem Pécsre, ahol tanultam még egy plusz évet, mint tanár, és akkor onnantól kezdve pedig tanítok. Sásdan az általános iskolában tanítottam 1 évet, illetve a Pécsi Művészeti Gimnáziumban a dráma szakosokat tanítottam énekelni. Annó nem csak Bence, de a sokak által tisztelt és szeretett Rácz Eszter tanárnő is elhagyta Répcelakot, de aznap újra találkozhattunk vele. Ő fent lakik most Kőszegen, a nyugdíj mellett tanított még nagyon sokáig gitárt, ha jól emlékszem, ebben az évben hagyta abba a tanítást, és azóta ott éli nyugdíjas éveit, nagyon kedves kis kertecskét ápol, és akkor ott úgy édesapámmal ketten úgy elvannak. A zenetanárként dolgozó fiatalember ma már ritkán vállal fellépést, de Répcelakra örömmel tért vissza. A vele készült interjúban úgy fogalmazott, belépve ide, megelevenedett a múlt, felém jött, köszöntött, és én mindenkit megismertem azonnal. Két nagyot dobbant a szívem, egyrészt azért, mert nagyon érdekes volt visszajönni újra Répcelakra, illetve ugye nagyon sok emlék is hirtelen feltört. Eszembe jutott ugye, hogy itt kezdtem el az egész pályafutásomat, innen indultam el. Nagyon érdekes volt az, hogy tényleg az embereket, hogy így megláttam, és így úristen, tényleg, hát ők azok, és hogy mennyire az arcmemóriám az így visszavillant egy pillanat alatt, szóval nagyon érdekes élmény volt. A program a Művelődési Házban folytatódott, melyet ünnepi fényekbe öltöztettek aznap. Először a Subita együttes adott koncertet Ide születtem címmel, majd a nap zárásaként a Répcelaki kertmozi keretében, a kiszámíthatatlan időjárás miatt a nagy terem biztonságába húzódva, az István a király eredeti 1984-es feldolgozását nézhették meg az érdeklődők. A Répcelaki Szent István Alapítvány kuratóriuma tavaly döntött úgy, hogy István király ünnepén a templomban köszönetet mond az alapítvány segítőinek, az adományozóknak és mindazoknak, akik az alapítvány céljainak megvalósításában, a programok lebonyolításában, a templom és környéke szépítésében részt vesznek. Néhány személyt név szerint is köszöntenek, akik az önkéntes feladatvállalásból sok éve példát mutatnak. Múlt vasárnap a Szent Mise keretében került sor az ünnepélyes és megható köszönetnyilvánításra. Az egyik örömteli meglepetés Sándorfi Miklósné Marika nénit érte, aki évtizedeken át az egykori imaházban, majd felépítése óta a templomban, hétről hétre, alkalomról alkalomra, nagy odafigyeléssel, fáradhatatlanul, a hitéleti szabályokat mindig betartva, tiszteletre méltón végzi munkáját. Ugyancsak a családtagokat bevonva titkosan készültek Balassa Imre köszöntésére is, aki a miséken, hangversenyeken, megemlékezéseken, ökumenikus istentiszteleteken látott kivetítéseket készítette, valamint több éven át gondozta az első plébániai honlapot, majd azt követően az alapítvány internetes megjelenését. A kuratórium elnöke Szoporiné Szabó Piroska méltatta őket, majd Isten áldását kérve erőt,
és egészséget kívánt további szolgálatukhoz. A Répcelak és Vidéke Kft. Májusban tartotta 5 évente esedékes tisztújító küldött gyűlését. A vezetőségben változás nem történt, a korábbi vezetők további bizalmat kaptak. Maradtam én a cégnek a vezetője, a Kft. Ügyvezető igazgatója, a Bokányiné Marika, aki Répcelakon nagy tiszteletnek örvend, ő a felügyelőbizottság elnöke, és hát azon kívül régi ebbé tagok is maradtak. Dr. Németh István elmondta, a kereskedelmi vállalatok nagyon nehéz helyzetben vannak manapság. Úgy is tudják a vevőink is, meg hát mindenki, hogy vannak úgynevezett hatósági áras, ársapkás termékek, amit annyira kell, hogy adjunk, mind 2021. október 15-i árakon kell, hogy adjunk. Azért a tényekhez hozzátartozik, hogy, és ezek a termékek egy része most már úgy működik, hogy be van határolva mennyisége, nem csak nálunk, a Tesco-ba, az Aldi-ba és mindenhol. Ennek az az oka, hogy lényegesen magasabb ezeknek a termékeknek most a beszerzése, mint az eladási ára. Hogy értsék a kedves nézők, most a cukrot mi 411-ért vásároljuk plusz áfáért. És adnunk kell 2021. október 15-i állapot szerint 260 forintért. Tehát minden kiló cukron, amit a kedves vevő megvesz tőlünk, ráfizetünk több mint 200 forintot, 210 forintot. Ebben benne van az áfa is, amit be kell fizetnünk. Most ezelőtt egy évvel, másfél évvel ezért büntettek bennünket, mert ez akkor hát a versenyképességünket befolyásoló tényezőnek számított, és onnantól kezdve nem lehetett beszerzési árral elmenni. Most vastagon beszerzési árral vagyunk. Tehát igazániból, amikor gazdálkodásról beszélünk 2022-ben, akkor a szépséghibája a történetnek az, hogy nem tudjuk kiszámítani a gazdálkodásunkat, az évet. Nem tudjuk kiszámítani, hogy 2022 végén mi marad a pénztárcánkban, hisz nem tudjuk, hogy mennyit viszel tőlünk pontosan ez a bizonyos árképzés, ami még egyszer mondom, hogy ez a mi zsebünkre megy, tudomásul vesszük természetesen, hogy ezt csinálni kell, de ebbe a témában nem kompenzál bennünket a kutya sem. A Kft. Üzleteinél minden nehézség ellenére komoly fejlődést lehetett tapasztalni az elmúlt időszakban. A répcelaki boltok környezete teljesen önerőből újult meg. Megcsináltuk a 22-esnél a térkövezést, ami azt gondolom, hogy lényeges. Talán nagyon lényeges lesz, hogy most az önkormányzattal és két magánszemélyel együtt a Répcáruház bejáratával szembeni betonkerítés is újra cserélésre kerül, magyarul felújításra kerül, és hát ezzel is szebbé tesszük ezt az egész környezetet. A modernizáció és a kor igényeire való válasz volt továbbá a fotocellás ajtó a Lilánál, és a légkondicionálás egy kivételével minden élelmiszerüzletben. A következő felújítás a temetkezési vállalkozás által bérelt épületet érinti. Mindenképpen, ha nem ebbe az évbe, akkor január 1 után ennek az épületnek a tetejét rendbe rakjuk, nem csak azért, mert csúnyán néz ki, hanem azért is, mert azt gondolom, hogy Répcelak közepén szépülni kell. A Kft. Más településen lévő üzletei a Magyar Falu program keretében pályázati forrás igénybevételével újultak meg. 12 településen pályáztunk, több mint 70 millió forint értékben, ebből a mi részünk 20%-a, tehát a pályázat kapcsán 63 milliót kaptunk,
arra, hogy külső felújításokat végezzünk, eszközbeszerzéseket végezzünk, ebben benne vannak bér jellegű támogatások is. Teljesen megújult az urai újfalui egység, megszépült a hegyfalui üzlet, és a kisebb egységek Vasegerszeg és Vámos családboltjai is. A héten zajlott 34 gyerkőc részvételével az idén második alkalommal megrendezett tűzoltótábor. Nagyon sok jelentkező volt az idén is, a tavalyinál sokkal több, csak hát sajnos azért 35 főnél többet nem bírtunk kapacitásilag így elfogadni, befogadni, de nagyon jó programokat állítottunk össze nekik, úgyhogy tehát mind szakma közeli, tehát tűzoltó, autó, emelőkosártól elkezdve a szakfelszerelések, meg hát maga a versenyzés előkészületei, ami hát a szombaton lesz a Répcementi tűzoltó kupa, és ott is hát 3, ha nem 4 kis csoporttal részt veszünk. A sok játék mellett a tábort lebonyolító felnőttek nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a gyerekek hasznos dolgokat tanuljanak. A hétvégi tűzoltó versenyre való felkészülés mellett volt szó például az újraélesztés technikájáról és a különféle segélykérési és segélynyújtási módszerekről. Itt, amit látnak, meg hallanak, meg amit tapasztalnak, abból átváltozik az érdeklődésük körül. Idén is ugyanúgy jöttek, meg még jöttek hozzájuk testvérek, vagy unokatestvérek, akik így vagy a szülő, vagy esetleg a nagynéni keresztanyú motiválta őket, hogy itt bizony milyen jó lesz. Az is lényeges, hogy a szakmán kívül, tehát ehetnek, ihatnak, játszhatnak, egy sarok legóval foglalkoztak tennap, aztán a csocsózástól, a pingpongozástól, meg hát végül is parancsnok úr mindig nagyon jó szakmai előadásokat tart nekik. Most ma például volt a Henrietta tartotta ezeket a, hogy mondjam, élesztéses, egészségügyi felkészítéses ismereteket, és nagy érdeklődéssel hallgatták. Gergő már a tavalyi első táboron is részt vett, és a világért sem hagyta volna ki az ideit sem. Nagyon szeretek itt lenni, meg sok olyan dolgot is megtanítanak, amire mondjuk az ember nem is gondol tűz esetén. Fontos cél, hogy a gyerekek megértsék a tűzoltók munkájának lényegét, azt, hogy mi minden múlhat azon, hogy gyors és felkészült szakemberként működjenek éles helyzetben. A héten egyébként valódi riasztásnak is tanúi lehettek a táborozók, és csodálattal nézték a vonulóegység összehangolt, hatékony munkáját. Máma reggel is volt egy riasztás a Kossuth utcába, és akkor is nagyon gyorsan kimentek. Mondják, hogy a legjobb tanítás a példamutatás. Ha ezen múlik, akkor Répcelakon nem lesz probléma a tűzoltó utánpótlással. Mai műsorunk véget ért, valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekért, információkért kövessenek ezután is minket, figyeljék a Képújságot és a Répce TV Facebook oldalát. Találkozzunk legközelebb is, viszontlátásra! A Répcelaki Városi Televízió idén ünnepli alapításának 25. jubileumát. Önök nélkületek nem ment volna. Köszönjük a támogatást a Répcelakváros önkormányzatának és személy szerint Szabó József polgármesternek. A Szabeki Divat immáron 25 éve gondoskodik a bemondó felvételekhez szükséges öltözékről és kiegészítőkről. Köszönet érte! Az Erika Virág Kft. Biztosítja számunkra a stúdió dekorációját és a felvételek harmonikus szépségét. A Bindvíd szépség stúdióban készül a bemondó frizurája, melynek változatossága a Vargánék Lebik hajnalka a profizmusát tükrözi. Köszönjük a Cell Kábel, a Cell Dömölki Kábel Televízió minden nemű segítségét működésünkhöz. Hálásak vagyunk a Savencia ZRT nagy lelkű támogatásáért. Köszönettel tartozunk az Abért Autó Kft. Partneri együttműködéséért. Szívből köszönjük a Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Renovo Üzlet, a Prima Optika és a VS Trans hosszú évek óta tartó segítségét.
Nagyon szépen köszönjük Kis János és Kis Dávid egyéni gazdálkodók régóta tartó támogatását. Örömmel üdvözöljük támogatóink körében a Horváth Westbau Kft-t és a Lakoma éttermet. Hálásak vagyunk legnagyobb hirdetőink a Rábapatyi Tetőbolt üzlet és a Resti Pizza bizalmáért. Köszönjük!